ez a csodálatos előadás elővezetett egy következőt, ami már az ökológiai válságot társadalmi történeti szempontból fogja vizsgálni. Szeretném felkonferálni Sonkoly Gábor, Rádan Ádász, aki a történelemtudomány kandidátusa, az ELTE BTK nemzetközi dékán helyettese, egyetemi docens, az Ateliéi Európai Histográfia és Társadalomtudományok Tanszék és Doktori Program vezetője. A Bakügyi-Dantali Tudományi Főiskola címzetes főiskolai tanára. Európa, India és Brazília több egyetemén tanított. Palladium és Csiráki Antal díjas, valamint a francia akadémiai pálmák rendjének lovagja. Hare Krishna, nem tudom, jó. Ugye két igen érdekfeszítő előadást hallottunk, remélem, hogy itt az érdekfeszítést tovább tudom folytatni egy óra után is. Hogy ez mennyiben fog sikerülni, meglátjuk. Először is feltennék egy kérdést, ugye Hetesi tanár úr egy viccel indított. Az lenne a kérdésem, hogy ki mit tenne, hogyha egy patkány találna a konyhájában? Nem tudom, történtem már önökkel ilyen. Talán egy kis segítséget adnék hozzá, amennyiben sikerül a... Na, látták ezt a filmet, ez egy 2009-es amerikai film, az volt a címe, hogy a Ratatouille, magyarul lecsó. Egy patkányról szól, aki megtanul főzni, és ő lesz a sztár. Az az érdekessége, hogy ez ugye minden országban, ahol bemutatták, hatalmas siker volt, nálunk is, és utána jelentősen megnőtt a patkányok iránti kereslet. Nagyon sok a gyerek próbálta meggyőzni a szüleit, hogy karácsonyra kapjon patkányt otthon. A kérdés felmerül, ugye Szetesi tanár úr is említette, illetve Vida akadémikus úr is, hogy az a helyzet, amiben most jelenleg vagyunk, és aminek nagyon szemléletes bemutatását láttuk, hogy alakulhatott ki, illetve hogyan, mi a feladatunk ezzel kapcsolatban, hogyan tudjuk azt a személyes változást elérni, ami ahhoz szükséges, hogy tudatosabbak legyünk arról, amit a természettel végeztünk. Ezzel kapcsolatban is, ez nagyon szorosan összefügg a patkány kérdéssel. Ugye mi vezet ahhoz, hogy ez a patkány, amitől azért általában viszonyogni szoktunk, ilyen a cukisági teszten átlépve egy filmnek hatására adott esetben bekerül az életünkbe, és be is fogadjuk. Tehát hogyan változik a viszonyunk a természettel? Ez egy hatalmas téma, fél óra alatt nyilvánvalóan csak érinteni lehet ennek a kérdésnek az elemeit, és most ezt szeretném megtenni 30 percben, mivel történész vagyok, egy kora újkori példán keresztül, azt fogom vizsgálni, hogy hogyan alakult ki, hogyan viszonyul a természettel való viszonyunk, amit Hetesi tanár úr nagyon helyén valóan egy háborúnak írt le, hogyan alakult, mi vezetett ez a háborúhoz, mi ennek a háborúnak az ideológia alapja, hova vezet ez a háború a modernizáció hajnalán. Tehát az a korszak, amiben mi élünk, az nagyjából ugye a 19. század elejétől, az ipari forradalomtól kezdhető, értelmezhető, illetve ez a hagyaték, amit a koraújkor ránk hagyott, a háború a természettel, az ma hogyan csapódik le a mindennapjainkban? Nyilvánvalóan nem tudok az egész ország, az egész világról beszélni, ezért egy példát választottam, Angliát. Nézzük Angliát 1500 és 1800 között. Miért pont Anglia? Először is azért, mert ez az az ország, ahol az ipari forradalom elindul. Ma, hogyha valaki nem az anyanyelvén beszél, jó eséllyel angolul fog beszélni. Tehát ez az az ország, ami a legtöbb mintát adja a világnak. Előbb is láttuk a két előadásban, források nagy többsége angolul volt.
Valamint, és ez nagyon fontos dolog, Angliát az 1500-as évektől kezdve egyfajta vallási sokszínűség és tolerancia jellemzi, ami pontosan arra a kérdésre világít rá, hogy mi az adott vallásoknak, főleg a kereszténységnek a szerepe abban, hogy az, a társadalom, illetve a civilizáció és a természet az egyfajta háborúként jelenik meg. Ezért csak a kereszténység a felelős, illetve valószínűleg ennél egy összetettebb problémáról is beszélhetünk. Ez pedig ezt az egész kérdéshozatot 5 kérdésen keresztül szeretném megvizsgálni. Az első, mi a teológiai alapja a természettel való viszonyunknak, illetve hát Angliában, de látni fogjuk, hogy ez igencsak érvényes természetesen Magyarországra is. Miért fontos a természet megzabolázása? Miből következik, hogy az ember egyedülálló, teológiailag is, illetve mi az a határ, ahol meghúzhatjuk, ameddig az ember ér, és ahonnan a természet kezdődik, illetve mi van az alacsonyabb rendű emberekkel, akik ezen a határon helyezkednek el. Koraikorról beszélve ide tartoznak a nők, az elmebetegek, a gyerekek, a fiatalok, a vadak, elég sokan. Kezdjük tehát a teológiai alapvetéssel. Ez egy klasszikus cikket szeretnék idézni, aki foglalkozik az ökológiai válság ideológiai alapjaival, valószínűleg fejből ismeri ezt a cikket, ez Lynn White-nak, egy amerikai professzornak 1967-ben megjelent cikke. Ugye láttuk az első előadásban is, hogy a Time-ban már a 70-es évek elejétől fogva megjelenik egyfajta diskurzus arról, hogy mi az ökológiai válság alapja, ez egy kicsit korábbi annál. Ugye White professzor arra keresi a választ a 60-as évek végén, hogy hogy alakul ki a természet kizsákmányolásának mindegy erkölcsi parancsa. És ugye ő arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek a hozzáállásnak bizony zsidó-keresztény gyökerei vannak, ez a Bibliából is levezethető, hiszen már a Teremtés könyvében is ugye szerepel az a tétel, hogy a természetet, a világot nektek adom át, embereknek, ti vagytok érte a felelősök, és ezzel ugye azt hangsúlyozza, hogy egy fontos megkülönböztetés van a világ oktalan, azaz állati, növényi és még alacsonyabb ásványi szintjével, illetve az okkal, rációval rendelkező emberi szint között. És White professzor erre a megoldást azt mondja, hogy felejtsük el azt a koraújkori hagyományt, ami szerint az ember kizsákmányolja a természetet, és inkább a Szent Ferenci alapokon álljunk, ami azt jelenti, hogy szintén egy keresztény hagyomány, hogy minden teremtett lény egyenlő, és éljünk a természettel harmóniában. Vajon igaz ez? Azóta nyilvánvalóan majdnem 40 év eltelt a cikk óta, nagyon sok kritikát kapott ez, és én is kicsit szeretném ezt a tételt megbolygatni, hogy valóban ennyire fontos-e a keresztény alapvetés abban a viszonyban, ahhoz a természethez való viszonyban, amely alapján a modernizáció óta állunk. Ha megnézzük Angliát ebben a 300 évben, akkor egyrészt ugye a reformáció különböző hullámai érik el. Ugye Anglia lényegében az első nyugat-európai ország, ami sikerrel elszakítja magát a pápaságtól, lényegében sokan ezt tartják a reformáció első mozdulatának. Egyfajta szabadság jelenik meg, ami ahhoz is vezet, hogy nagyon sok újabb és újabb protestáns hullám jelenik meg Angliában ebben az időszakban. Ugyanakkor, ha gazdaságilag nézzük az országot, ugye a bekerítésekről mindenki hallott. Nagyon fontos, hogy az angol arisztokrácia szintén elsőként Nyugat-Európában nagyon nagy hangsúlyt fektet a mezőgazdaságra, hiszen jelentős bevétele származik ebből. Ez jelentős társadalmi elégedetlenséggel is jár együtt. Ugye elüldözik a föld termelőit általában a földekről, hogy a juhoknak adják át a helyet. Illetve az az elmélet is megszületik, ugye a kultiváció, a kultúra fogalma, ami a műveletlen földet a műveletlen emberrel tartja egyenlőnek. Tehát a kora újkor első századában, a 16. században nagyon fontosnak tartják azt, hogy a műveletlen természet az műveletlen társadalmat is jelent. Egyfajta viszolygás van mindentől, ami vad.
Tehát lényegében, mint már említettem, ugye a Tudor Anglia 1500-ban egy igen fontos önbizalommal rendelkezik, elszakította magát a pápától, önálló, 16. századra ugye a spanyolokat, 1588-ban a spanyol ármadát legyőzik, a világgyarmatosítását éppen elkezdik, és mindez összekapcsolódik egy igen fontos emberközpontúsággal is, ami arról szól, hogy Isten számunkra adta a természetet, és ezt úgy zsákmányolhatjuk ki, ahogy csak akarjuk. És lényegében ehhez kapcsolatban jönnek majd jogi viták, amik arról is szólnak az újkor később évszázadaiban, hogy az állatoknak nincsenek jogai, hiszen nincs földjük. Az egész föld az emberé, és akinek nincs földje, annak nincs joga, tehát egy dolga van, hogy szolgálja az embert. Aztán természetesen ehhez teológiai viták is kapcsolódnak. Az 1500-1600-as években nagyon fontos a luteri-kálvini hatás nyilvánvalóan. Magát, a földet és a természetet a bűnbeesésnek a szinonimájaként értelmezik, és azt mondják, hogy Isten azért teremtette a földet ilyennek, hogy lényegében az embert mindig emlékeztesse arra, hogy a bűnbeesés után milyen helyzetbe került, és ennek leigázása ahhoz a munkához vezet lényegében, hogy a földből azon keresztül, hogy a földet műveli, azon keresztül magasabb szintre érjen. Ez a 18. századra már finomodik a föld leigázásának a kényszere, és összekapcsolódik inkább egy olyan elképzeléssel, hogy Isten jóságát látják az anyagi világban. 1705-ben például Csévi, egy helyi tudós azt mondja, hogy alá milyen jó az Úr, az Isten, hiszen a lótrágyát is édes ízűvé teremtette, hiszen azzal nagyon gyakori kapcsolatban az ember, és nem kell tőle szenvednie. A másik fontos elem, a teológiai alap, ugye Anglia ebben az időszakban gyarmatosít. És mert ezzel a sok szempontból találkozik idegen hatásokkal. Egyik például maga a hinduizmus, ugye a 17. században jelenik meg az angol kereskedők Indiában, és látják azt, hogy van egy egész olyan civilizáció, ami nem eszik húst. És ahol az állatoknak a státusza a teológiai szempontból is teljesen más. Ezt az akkori utazók őrületnek tekintik. Azt mondják, hogy hát valamikor egy özvegyasszonyt elégetnek, ugyanakkor pedig egy marhát nem ölnek meg. Ez is mutatja, hogy milyen alacsony szintű a hinduizmus. Vagy éppen találkoznak a saját, ugye egyrészt saját pogány gyakorlataikkal. Ne felejtsük el, hogy a 11. századtól, ugye amikor a hódító Vilmos rendeletet hoz arról, hogy tiltsák be a fák, a folyóknak az imádatát, aminek pogány hagyománya van, ezt elítélik animizmusként. Ez más kérdés, hogy nagyon sok fából, folyóból később valamilyen szent lesz. De az a lényeg, hogy az, hogy a természettel való spirituális viszony legyen, ennek az elítélésének így módon teológiai hagyománya is van, amire ráerősít majd az úgynevezett vadakkal való találkozás Afrika, Amerika, Ázsia gyarmatosítása során. És még egy érdekesség, egyre gyakrabban hivatkozott, ugye a reneszánsz után az auktoroknak a beépülése a hivatkozási rendszerben, ugye több olyan ókori szerző van, hát Pitagorasz a leggyakrabban idézett, de említhetnénk Ovidiuszt is, vagy Plutarkoszt, aki arról beszél, hogy az emberek nincs joga más élőlény életét elvenni, tehát vannak olyan ókori szerzők, akikre hivatkozni szokás, amennyiben majd lesznek olyan reform, a protestantizmusnak olyan ágai Angliába, akik ráhivatkozva kezdik el hirdetni a vegetarianizmust. Tehát látjuk, hogy teológailag nem egy ötletű a helyzet. Az alapja az, hogy ki kell zsákmányoljuk, a természet kizsákmányolandó, és erre alapot is találnak a Bibliában, illetve különböző szenteknél. Ugyanakkor egyre több olyan hatás éri Angliát is, amely árnyaltabbá teszi ezt a képet.
Ami miatt azonban egy általános gazdasági ideológiai helyzet is kialakul, az talán legegyszerűbben a civilizáció szóval köthetjük össze. A civilizáció kifejezés egy koraújkori kifejezés. Nagyjából az 1760-as években írják le ezt a fogalmat, egyszerre francia és angol nyelven valószínűleg egymástól függetlenül jelenik meg, és lényegében egy nagyon fontos mentalitásbeli paradigmaváltást jelent, azt jelenti, hogy az emberiség egységes, és ez az egység egy folyamatként érezhető, ugye civilizáció, magában a szóban benne van a folyamat, a fejletlenből a fejletté való elmozdulást jelenti, és ez egyet jelent a racionalizációval, azaz a tudatosítással, az okszerűségnek a bevezetésével, és ez együtt jár az oktalanságnak a legyőzésével, ki képviseli az oktalanságot, a természet. Tehát lényegében, és ez nyilvánvalóan együtt jár Európának, és főleg az idézett Angliának az elképesztő sikerével. A 18. században már nagyjából nyilvánvaló, hogy Anglia és Európa győzött a világ többi kontinense felett. És ne felejtsük el, hogy az az Anglia, illetve Európa győz, ami leginkább alapuló, leginkább húsevő, a világ összes nagy régiója között, és ami a leginkább kihasználja az állatoknak, az ökörnek és a lónak a húzó erejét. A 15. században Nyugat-Európában a húzó erő, amit az állatokból használnak, ötszöröse, mint Kínában, ami ugye a másik nagy rivális ekkortájt. És lényegében ez a fajta hozzáállás a tudományosodás, tehát a racionalizációnak a képviselőinél is megjelenik. Millió egy példát idézhetnénk, én talán a kettő legszignifikánsabbat szeretném említeni. Az egyik Francis Bacon, ugye a 16-17. Században, aki nem mond mást, mint hogy a tudománynak a szerepe nem más, mint megerősíteni az embernek az uralmát a természet felett. És utána, 200 évvel később, Auguste Comte a pozitivizmusnak, a mai természettudománynak, vagy tudományosságnak a legfontosabb 19. századi filozófusának az elmélete is ugyanez, ugye a tudomány célja nem más, mint a természet uralma. Tehát ez a fajta nyugat-európai zsidókeresztény hagyomány így épül át ebből a szempontból a természet és a civilizáció viszonyában a nyugati modern tudományosságban. Ennek millió egy példáját találhatjuk. Például a 18. századi filozófia történet tele van olyan történettel, állattörténetekkel, ami arról szól, például a kutya domestikálása, háziasítása, hogy milyen jót tett az emberiség annak, hogy kiragadta a természet bizonyos elemeit, és a saját képére formálta őket. De ha találunk például a vadászat, ugye, amiből egészen a 20. századig a rókavadászatból hatalmas viták vannak Angliában, hogy lehet-e mértéktelenül lemészárolni állatokat, ezt ugye politikusok minden országban nagyon szeretik. Csak gondoljunk első Jakabra, akinél például hagyomány volt, hogy miután a vadászat végén ragaszkodott hozzá, hogy a nagyobb elejtett vadaknak a szívét ő maga tépje ki, megfürdött a vérével mosta meg a kezét, és minden udvarhölgyének is ez kötelező volt, és nem is moshatták le addig, egyrészt mert a 16. században a hagyomány azt tartotta, hogy ez szép fehéren tartja a bőrt. És hogy ez számunkra nagyon barbárnak hangzik, de a 18. század során millió egy példát találunk arra, hogy az angol gyarmatosítás együtt járt az ennek a természet és állatokhoz való viszonynak a propagálással. Például Észak-Amerikában az angol telepesek egy tehenet adtak 5 legyilkolt farkasért az indiánoknak, vagy például 1851-ben, amikor a világkiállítás volt Angliában, és Afrikát különböző majmoknak a legyúzott bőre mutatta be, az egyik látogató elgondolkozott azon, hogy ószegény majmok, bizonyára nagyon fájt ez nekik, de se baj, hiszen ez az aktus hozzájárt Afrika civilizációjához. Máshol pedig 19. század ugye a hinduknál elvárás volt, amikor egy hindut átérítettek, akkor elvárás volt, hogy azonnal egyen húst, illetve egyen egy pohár viszkit. Tehát lényegében ez a fajta hozzáállás a természethez azért igen erősen propagálásra is került a 18-19. században.
Ugye, ha meghatározom, hogy van a természet és van az ember, és ez a kettő nagyon különböző, egymással folyamatos harcban álló fogalom, akkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy az ember különálló. Ennek már ókori hagyománya is vannak, megint millió egy példát lehet leemlíteni, talán Arisztotelész a leginkább idézett a kora újkori Angliában, ő háromfajta lelket különböztet meg. Van a nevelő tápláló lélek, ez megvan a növényben, állatban, emberben, van az érzelmi lélek, ez már csak az állat, az ember, illetve a racionális lélek, ez már csak az ember tulajdonsága, tehát már az ókorban is elkülönítik az embert a többi élőlénytől, és aztán ehhez hozzájön a kereszténységnek az a tétel, hogy egyedül az ember lett Isten képére teremtve. És ehhez aztán a kora újkorban, ugye a jog századaiban hozzáteszik azt is, hogy lényegében csak az embernek van magántulajdona, az állatoknak, növényeknek nincs magántulajdona, ez majd hozzáteszem a 20. században változni fog az ökológiai gondolattal, de még nem ott tartunk. Luther már kifejti azt, hogy magántulajdona neki van, ezt egyébként Marx is, majd a 19. század végén 13. Leó pápa is hangsúlyozza. Utána a kora újkorban megjelenik tovább a tudományosságnak a keresése, hogy de mégis mi az a más, ami elkülöníti az embert az állatoktól, például egyesek szerint az orr, ugye egyetlen állatnak sincs ilyen orra, ami ennyire kiáll, akkor az intellektus, a beszéd, a tudat, a vallás és a fájdalom. Igaz-e, hogy az állatnak van, az állat képes-e fájdalomra? És lényegében ez a fajta alapkérdés, fáj-e az állatnak az, ha megölik, ez a 17. század egyik alapkérdésévé válik, és ne felejtsük el, a 17. század az az intellektuális korszak, ami ketté választja Istent a teremtésétől. És lényegében egy kettőségben, egy dihotómiában kezdik el leírni a világot, és ebben a kettőségben az ember Isten oldalára kerül, az eremtett világ, a többiek pedig nem, hanem a teremtés oldalára. És ennek az egyik legfőbb ideológusa maga Descartes, aki gépekről beszél, és azt mondja, hogy véted, és az állat az csak egy gép. Ezért a gépek ugye nem éreznek fájdalmat. Ezért megölhetek állatokat, hiszen gépként úgyse fog fájdalmat érezni. Lényegében morálisan felmenti a kora újkori embert a gyilkosság terhe alól. És ez később is fenn fog maradni, és ettől kezdve a 18-19. Században az egyik legfontosabb morális és filozófiai probléma is, hogy lehet a határt fenntartani az emberi és a természeti között, azaz az isteni és a teremtése között. Egyik dolog például a 17. században bevezetnek olyan tiltásokat, ami a középkorra nem volt jellemző, például nem szabad állatruhába öltözni. Ugye volt ez a hobby horse, egészen Shakespeare-nél is találunk mi ilyeneket, amikor farsangon, karneválkor lónak öltöztek az emberek, vagy más állatnak, ez tiltott lesz a kora újkorban, mondván, hogy aki állattá válik, vagy állatnak öltözik, az átcsúszik abba a másik rétegbe, a természeti rétegbe, amitől éppen tartózkodni kell. Vagy ekkor tájt felruháznak állatokat olyan bűnökkel, ami nem az övék. Magyarul azt mondjuk, hogy iszik, mint a disznó. Ugye részeg disznó? Látott már valaki részeg disznót? Angolul azt mondják, hogy részeg, mint a kutya. Látott már valaki részeg kutyát? Vagy a kéhez, ugye kéhes disznó is. Tehát olyanokkal ruházzák fel az állatokat a bűnnel, ezzel is megnyugtatva a lelkiismereteket, hogy igen, ami rossz, az a természethez kapcsolható. És lényegében ez is tiltássá válik, hogy a díszállat, vagy pet, vagy nem is tudom, hogy mondjuk ezt, a házi kedvenceket is, elég sok protestáns prédikátor azt mondja, hogy igazi, hogy vigyék ki a lakásokból, és ne felejtsük el, hogy ez az az időszak, a korajkor három évszázada, amikor Európa minden társadalmi rétegénél az állatok végleg kikerülnek a lakásokból. A középkorban együtt éltek az állatokkal, erre 1800-as évektől kezdve nagyon kevés példát találunk. És ez a fajta megkülönböztetés nem csak az ember és a természet között van, hanem hol a határ? Kik azok, akiket még ember és nem embernek tekintünk ki? Hát kik azok az állatias formák? És látni fogjuk, hogy a nem emberek köre, és a lényegében a felvilágosodás filozófusai az ő státuszokról beszélnek nagyon hosszan. Mi van a vadakkal, afrikaiak, indiánok, egyebek? Mi van a gyerekekkel, akik ugye még nem
nincs erkölcs, nincs kifejlett erkölcsük. Mi van a fiatalokkal, a tinédzsereknek mondanánk, akik még éretlenek, mi van a nőkkel, az asszonyállatokkal, ugye? Jane Austen, ugye talán őt nem kell bemutatnom, úgy hivatkozik a nőkre, hogy we poor animals, mi szegény állatok. Ugye? 19. század eleje. Mi van a szegényekkel és az elmebetegekkel? Urban jungle, hallottunk már erről, ugye? A városi dzsungel. A 19. század közepén, amikor egy angol gazdag lemegy az East Endre, Anglia keleti, London keleti szegények lakta vidékére, azt mondja, hogy olyan, mintha dzsungelbe mennék. Ugye ott nem is emberek laktak, ott valami más lakik, ezek a fura szegények. És lényegében ez a 19. századdal elvezetünk, egy csomó probléma megjelenik, hogy ezek a rétegek, ha ezt összeadjuk, azért ez a társadalomnak a 80-90%-a, ők akkor nem emberek? Tehát velük mi lesz? És meglátjuk, a 19.-20. század lézben arról szól, hogy nekik visszaadjuk a jogaikat, vagy legalábbis ezeket a rétegeket beemeljük az emberi kategóriába. De ki fogja ezt megtenni, és az összes 19. századi ideológia így vagy úgy erre próbál választ adni, kell egy jó pásztor. Az, hogy ez a jó pásztor az egész emberiség, vagy csak a kiváltságosok, vagy pedig például a szocialista gondolkodók 19. században azt mondják, hogy az ember ember által való kizsákmányolását át kell helyezni az ember természetnek, a természetnek az ember által való kizsákmányolására. Engels, Fourier és a többi szocialista gondolkodó ezt expressis verbis kijelenti. És végtelen is eljutunk a 19. század hajnalára, ahhoz az alapdilemmához, hogy hús vagy könyörület. Ez mit jelent? Lényegében mindaz a morális teher, ami megjelenik, tehát ami megterheli ezt a korszakot azzal, hogy az állatot gépként átrakja valami másik csoportba, és ez ne felejtsük el, hogy megjelenik az ipari forradalommal, és az ipari forradalom a 1750-es években indul, és ez nem csak az ipart jelenti, hanem az iparszerű mezőgazdaságot is egyre inkább. Megjelenik ez a probléma, hogy akkor mi legyen a húsevéssel. És ennek szintén vannak teológiai alapjai. Ugye a Biblia alapján a nagyon sok protestáns prédikátor értelmisége azt mondja a kora újkorban, hogy végtére is az Édenben ugye nem volt húsevés. Az Édenben ideális, ugye a vadállatok is mindenki ugye együtt mozgott, a húsevés egyet jelent a bűnbeeséssel. Egyesek szerint ez majd csak az özönvíz után következik be, mások szerint már előtte, hiszen már Ábel is ugye juhász volt. És lényegében megjelennek ezek a teológiai problémák, és ezért szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy nem következik a kereszténységből se a húsevés, se a természet leigázása. A kérdés inkább azt jelenti, hogy ki hogyan használja fel az adott vallási hagyományát. Feljött ez a probléma, hogy ugye láttuk, milyen fontos a különbség az állat és az ember között. Állatot enni állati szintre való alacsonyodást jelent. A másik a vérnek, a vérfogyasztásának a dilemma, ami többször megjelenik a Bibliában, és megjelennek éppen ezért olyan aszketikus mozgalmak, nem sok, de egyre több, ami azt jelenti, hogy ami azt fejti ki, hogy ne együnk húst, a húsfogyasztás a bűn. Az egyik legismertebb, ugye Thomas Tryon, aki olyan hatással lesz, egy üzletember egyébként, hogy maga is Benjamin Franklin, az Egyesült Államok egyik alapító atyája is vegetáriánus lesz az ő könyveinek a hatására. És nem csak teológiai, hanem tudományos érvek is születnek egyre inkább az ellen, hogy az ember húst tegyen. Az egyik az, hogy eredendően az ember vegetáriánus, fiziológiailag sem megfelelő, se a bérrendszere, se a foga arra, hogy húst tegyen, és így tovább, és így tovább. Az egyik szerző a 19. század elején ki is jelenti, hogy a marha hús egészségtelen a fogyasztása, a marha húsleves több embert ölt meg, mint Napóleon. Vagy pedig vannak kulturális okai. Ugye az egyik, hogy a mészárosoknak a státusza, ez nagyon érdekes. Ugye a mészárosnak
A helyzete az olyan volt, mint a hóhéré. Például nem lehetett esküt. Vagy pedig nagyon szerették, főleg a 18. századtól hátrább tolni, hogy ne lássák a mészárszéket a városokban. Tehát ez a fajta erkölcsi probléma, ami a hús, az állatok gyilkolászásával és a húsevéssel együtt járt, ez egyre érdekesebb lett. És lényegében elmondhatjuk, hogy a 18. századra minden készen áll, az összes érv készen áll amellett, hogy vegetáriánus legyen, vegetáriánusok legyenek. Ezt most nem olvasom fel, az állatok ölése gyengíti az emberi létformát, és az összes többi. Tehát a vegetáriánizmus egy kész ideológiai rendszerrel létezik, és az 1790-es évektől kezdve ez el is kezd intézményesülni. Adáig vezet, hogy 1847-ben megalakul a Vegetarian Society of Great Britain, ami azért egy elit csoport marad, 50 évvel később a 19. századra még mindig csak 5000 tagja van. Tehát mi következik a kora újkorból? 2 percen maradt, ha csalok, egyébként csak egy. Tehát egyrészt a vallási függ, tehát az a tény, hogy vegetáriánusnak lenni nyugodtan lehet, de a többség azért nagyon nem az. És miért nem az? Akik egyébként terjesztik azt, hogy vegetáriánusnak kéne lenni, vallás felekezet függetlenek a korszak Angliában. Találunk közük katolikus, találunk különböző protestáns mozgalmaknak a képviselőt, adott esetben zsidókat is. Tehát nem ettől függ a dolog. És nem is a Bibliától, hiszen a Biblia ekkora a 19. század hajnalára jó részt elveszi autoritív szerepét, jellegét, és átveszi a jog, ugye a jogrendszer. Az angolszász rendszer igencsak jogalapú, és itt pedig Spinozára lehet utalni, vagy Hobbesra, mind a ketten hangsúlyozzák, hogy az ember szabadon kihasználhatja a természetet, joga van hozzá, hiszen az állatoknak nincsenek jogai, emellett az emberi fajnak a túléléshez minden eszközt felszabad használnia. És emellett, és ez a záró gondolatom, nagyon fontos a szentimentalizmus. Ez a fajta morális ellentét, egyrészt, hogy eszünk húst, másrészt, hogy nem szeretjük azt, hogy hús eztünk, ez a 18. század közepén végére elharapózik. Egyrészt megjelenik az enni, de nem ölni. Egyre több arisztokrata kifejti azt, hogy én bizony meg nem ölném azt a bárányt, én bizony el nem vágnám egy csirkének a nyakát, ennek ellenére továbbra is eszik. A másik eltávolítani. Egy angol arisztokrata például hársfákat ültet a kastélya és a mészárszék közé, hogy ne lássa azt a szörnyűséget, ami ott zajlik. Vagy az asztalnál is a 18. századtól figyelhető meg, hogy nem fejjel szolgálják fel az állatokat. Tehát levágják a disznó fejét, a marha fejét és a nyúl fejét, és csak a testét szolgálják fel. Majd a 19. században egyre általánosabb lesz az az igény, hogy még kisebb darabokra vágják fel a húst, hogy ne is lássuk, hogy az, amit eszünk, annak mi a forrása. Tehát lényegében megjelenik egy általános bűntudat, és az a fajta dilemma, hogy a civilizáció folyamata az az, hogy le kell győznünk a természetet, és az ezzel együtt járó érzelmek, azok bizony nincsenek összhangban. És ezt nevezném én ahhoz a kortárs szentimentalizmusnak, ami kitapintható minden egyes elemben, és a két előző előadásban is csodálatos példákat láttunk erre, hogy az a civilizáció, ami valahol a 18. században beindul, az nem jelent egyet a racionalizációval, még ha így is akar feltűnni. Hiszen az urbanizáció megerősödésével egyre inkább vágyunk a vad környezetre, gondoljunk csak az angol parkra, ami a 18. században jelenik meg. A mezőgazdaság elterjedésével egyre inkább szintén szeretnénk ugye, természetes környezetet. A vadállatoktól most már biztonságban vagyunk, és megjelenik a vadvédelem, illetve többféle statisztikát láttam erre vonatkozóan a neten. Én elfogadom ezt a 150 milliárd állatot, ebben a halak is benne vannak, amiket egy évben elpusztítunk. Ez pedig egyfajta bűntudattal jár, amit megpróbálunk a házi kedvenc, a pet kultusszal hangsúlyozni, és ki lehet pet, macska. A macska, akit a 18. század, ugye a boszorkánynak még a természetes velejárója volt, tehát macskát tartani otthon az bűn volt, 100 évvel később már erény. A kutya, vagy akár adott esetben a patkány, mint ezt látni fogtuk, láttuk.
Tehát lényegében a mi korszakunkra az a jó 500 évvel ezelőtti Tudor, emberközpontú öntudattól igencsak messze vagyunk, bizonytalanok vagyunk abban, hogy valójában amit teszünk, az helyese, és ahogy tesszük, az helyese. És látjuk, hogy ahogy kiterjesztettük a jogokat a nem emberekre, ahogy vannak női jogok, és a gyerekek, és az oktatás, és egyebek, az egész elmúlt 200 évünk arról szól, hogy ezt a határt, ami elválasztotta a privilegizáltakat a nem privilegizáltól, ezeket feloldottuk, aztán bekerültek bizonyos állatok is, tehát a cicák jogai, a macskák, adott esetben a patkányok jogait is most már védjük, de mi van a többiekkel, mi van az a 150 milliárddal, akinek nem védjük a jogait, illetve nem lehet őket durván megölni, de azért mégiscsak megöljük. És lényegében, ha ez a fajta ellentmondás továbbra is fennmarad, akkor válságot válságra fogunk halmozni, hiszen az egész civilizációnk bűntudaton alapul. Ma van a hálaadás napja az Egyesült Államokban, amikor a 300 millió boldog amerikai család mindenki megöl egy-egy pulykát, de kettőt az Egyesült Államok megment. Az elnöke ugye megment, ugye bocsánatot kap két pulyka, ezzel minden el van intézve. 70 milliót megöltünk, kettőt megmentettünk. Köszönöm szépen a figyelmet.